Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió csütörtök esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket, érkezzenek a legfontosabb hírek. Gólyatréning a Keriben. A zene az kell. Leendő gólyáknak, vagyis az általános iskolából jövő nyáron elballagóknak szerveztek pályaorientációs napot kedden a Keriben. Itt több mint 100 makói és térségi diák ismerkedett meg az intézménnyel játékos, interaktív formában. A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében még nyár elején közel 40 millió forintot nyert óvodai és iskolai szociális munkafejlesztésre. Mindez többek között lehetőséget biztosít a szakmai együttműködés rendszerének kialakítására a család- és gyermekjóléti központok és a köznevelési intézmények között. Több programot szerveztünk már, az egyik szeptember elején, ami volt drogprevenciós kiállítás, ez egy kéthetes kiállítás volt, ezen is részt vettek ezek az intézmények, és a második nagyobb lélegzetvétel a mai napon a gólyatréning. Megkerestünk középiskolákat, hogy melyek azok az iskolák, akik szívesen fogadnak bennünket, és bemutatnák az intézményüket. Ezt konkrétan 8. osztályosoknak szerveztük ezt a napot, ahol felfedezhetik, hogy milyen lehetőségeik vannak a továbbtanulással kapcsolatban, hova jelentkezhetnek, milyen intézményekbe. A pályaválasztás segítő program egyik helyszíne a makói Keri volt, ahol jelenleg a szakgimnáziumi és a szakközépiskolai képzések széles palettája közül választhatnak a diákok. A szakgimnáziumi ágazati képzéseink a közgazdaság, kereskedelem, a közlekedés, szállítmányozás, logisztika, informatika irányában valósult meg az elmúlt években. Ebben a tanévben már a gépészet ágazatban is van egy félosztályunk, illetve nagyon szeretnénk a vegyipar és a turisztika ágazatokat is indítani. A szakközépiskolai oktatásban jelenleg gépész szakembereket bízunk benne, hogy szakemberekké válnak, képezünk, gépi forgácsolókat, hegesztőket, karosszéri alakatosokat, építész szakembereket, festőket, kőművöseket és eladókat. A gólyatréningre 3 vidéki iskolából, Apátfalváról, Kiszomborról és Magyarcsanádról várták a 8. diákokat, de a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2 tagintézménye, valamint a Signum is képviseltette magát a rendezvényen. A végzős nebulóknak interaktív játékos feladatokat kellett elvégezniük, amelyek során bepillantást nyerhettek az intézmény életébe, valamint az itt oktatott szakmákat is feltérképezhették. A pályaorientációs napon szerzett élményeiket stábunkkal is megosztották a résztvevők. Nagyon-nagyon gondolkozom arra, hogy azon, hogy a Keribe jöjjek tovább tanulni, és szeretek ilyen helyekre jönni, mert így több szakmát is megismerek. Aki még nem döntött el, hogy hova szeretne menni tovább tanulni, az most rengeteg tapasztalatot gyűjthetett, és képet is, vagy megismerhetett egy képet a Juhász Gyuláról, a Keriről és a Jagról, úgyhogy szerintem nekik nagyon hasznos volt. Tetszik, sok szakma érdekel, és nagyon el fogok gondolkozni rajta, hogy ide jöjjek-e aztán tovább tanulni. A rendezvényen a 8-osok a Duokor ipari BT tevékenységével is megismerkedhettek. Mivel a Keri gépi forgácsoló szakmát tanuló diákjai itt töltik gyakorlatukat, így a cég és az iskola között szoros az együttműködés. Ezt tükrözte az is, hogy a Duokor mintegy 80 ezer forint értékben ajánlott fel nyereményt a vetélkedő első 3 helyezett csapatának. 4. alkalommal tartott kiskertésznapot a Galamb József mezőgazdasági szakgimnázium és szakközépiskola tanüzemében. A diákok és szüleik testközelből ismerhették meg, hogy mit és hogyan is oktatnak az intézményben. A minden év őszén megrendezett családi nap nem titkolt céljai közé tartozik az iskola beiskolázási kampányának elindítása, valamint az intézmény bemutatása a város és térségben élők számára. Kicsiket és nagyokat egyaránt változatos programokkal várták a kiskertésznapra, ahová ingyenes autóbuszjáratokkal is érkezhettek az érdeklődők. Ugye kicsiknek a traktorozás, a kis állatsimogatás, különböző gyümölcsök, termények kóstolása az, ami jelentős rendezvényünk. A nagyok számára pedig akár növényvédelmi szaktechnikai tanácsokat, permetezési szaktanácsadást, őszi teendőkről való szaktanácsadást is hallhatnak.
hiszen kollégáink között kertészmérnökök, növényvédelmi szakmérnökök, állattenyésztési mérnökök, és hát természetesen gépészmérnök kollégák vannak kint családostól. A Galamb tankertje Makóváros legrégebbi mezőgazdasági szakképzést szolgáló tanüzeme. A diákok képzéstől függően változó, hogy mennyi időt töltenek el itt, de a gyakorlatorientált hozzáállás miatt igyekeznek ezt minél inkább növelni. Itt ebben a tankertben mindent megtanulhatnak, ami egy gazdaság működéséhez szükséges. Itt tulajdonképpen egészen a magvetéstől kezdve, vagy a nagyon sokszor mikroszaporított növények palántázásán, szaporításán, ültetésétől kezdve, egészen a piaci árusításig a kertészdísznövény kertésztanulók mindent elsajátíthatnak. A mezőgazdasági technikus tanulók egy egész gazdaság vezetését, és a gépész technikus tanulók pedig a traktorozás, traktorvezetést, különböző gépkapcsolatok létesítését. Ez nem sokára agrárinformatikai, precíziós gazdálkodási képzéssel is kiegészül egy nemrégiben megkezdődött nemzetközi pályázat keretében. A szombati családi napon a gyerekek és a szülők is jól szórakoztak, az íjászkodás és az állatsimogató mellett a megfejhető műtehén is nagy sikert aratott, melyet kicsik és nagyok egyaránt lelkesen próbáltak ki. A rózsaeső ima nap már hagyománnyá nőtte ki magát városunkban, hiszen 2008 óta minden évben megemlékeznek a római katolikus szerzetesnőre, Kis Szent Terézre. Szombaton az Isteni Irgalmasság kápolnába és a Szent László király templomba várták a híveket az ünnepi eseményre. Az idei évben 9. alkalommal tartották meg a rózsaeső imanapot, melynek gyökerei Franciaországból erednek, ugyanis ott tevékenykedett Lizieux-i Kis Szent Teréz. A tisztelet előtt Magyarországon először Békés Csabán adóztak a 90-es évek elején. Ebben az évben Makó két helyszínen is várta a híveket. Az újvárosi templom, hála Istennek, jó nagy, viszont azért döntöttünk a nap első részében a plébánia mellett, hogy egy picit talán közösségibb tudjon lenni, hogy személyesebb tudjon lenni, kisebb távolságok talán ilyen módon is személyessé teszik így ezt a mai napot. Az ünnepség úrangyal imádsággal kezdődött, majd zenés dicsőítés következett. Bár a jeles napot a szerzetesnő emlékezetére szentelik, most személyétől kicsit elrugaszkodva egyik testvére, Lion is a középpontba került. Ő kármelita nővér volt, szegényeket gondozott, ám gyermekkorában szülei sokat küszködtek vele. Élete éppen ezért lehet példaértékű a mai fiatalságra nézve. Látjuk, hogy a mai világban milyen sok fiatal nem találja a helyét, vagy nehezen fedezi fel, és mennyit szenvednek emiatt. Nem találnak kiutat a sok zsákutcából, sok eltévedésből. Az imanapra nem csak a helybéli, de a környező települések keresztényei is eljöttek, akik jó kapcsolatot ápolnak a makóiakkal. Többek között érkeztek Orosházáról, Szegedről és Domaszékről. Kmetovisné Szélesi Lívia minden évben részt vesz az eseményen, ugyanis kérései a szenttől beteljesültek. Én egyszer úgy jöttem, hogy két nap múlva kórházba megyek, és ez egy ilyen utolsó lehetőség volt, hogy hallottam róla, akkor én most jövök és elkérem, és nem kellett kórházba mennem. A tanúságtételekre, valamint a levélírásra a Szent László király templomban került sor. Az ünnepség záró programját, a Szent Misét Péceli Bence Imre atya celebrálta. A zene világnapját 1975 óta ünneplik világszerte minden év október 1-én. Idén sem volt ez másképp. A Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai és felkészítő tanáraik a koronaszálló dísztermében varázsolták el a nagy közönséget változatos zenei repertoárjukkal. A zene világnapja már több évtizede fontos esemény a művészeti életben. Különböző koncerteket, fellépéseket rendeznek ilyenkor műfajra vagy stílusra való tekintet nélkül. Az a célja, hogy nagyon széles közönségnek a körében próbálja meg népszerűsíteni a zenét. Természetesen nem csak a komoly zenét, hiszen Jenomi Meduhin volt az, aki mondta, hogy nem csak az a fontos, hogy a koncerttermekben szóljon a zene, hanem akár az utcán, akár otthon is énekelhet az ember, mert a zenénél fontosabb dolog nincs a világon, az az alfája és az omegája az emberi létnek. Én úgy gondolom, hogy egy művészeti iskola életében nagyon fontos, főleg ahol 50 évvel ezelőtt zenével kezdődött,
kezdődött az iskolai élet, hogy minden évben megemlékezzünk erről. Mivel az esemény kapcsán a zeneiskolák is oroszlán részt vállalnak a rendezvények lebonyolításában, a különböző intézményekben tanuló fiatal zenészek és tanárai közti jó kapcsolat elengedhetetlen. Ezeket a dolgokat az ember nem is tudatosan csinálja, amit egykori tanárától hallott, megkapott, hanem szerintem ösztönösen. Ugye a tanár az mindig egy példakép, és az ember önkéntelen is a régi tanárait követi. Most 16 növendéken van, 10 zongoristán, most is vannak nagyon ügyesek, B-tagozatosak, most per pillanat nem készül senki zenei pályára, de attól még nagyon ügyesek, de ez bármelyik pillanatban bejelenthetik, hogy ők mégis azt a zenei pályát szeretnék választani. A gyerekek számára fontos, hogy olyan zenei műfajt, olyan hangszert találjanak maguknak, amiben mindig meg tudnak újulni, aminek a művelését nem érzik tehernek. Jövőben is sikerük titka az, hogy minden percben motiváltak legyenek. Sipos Zsáklin Titanilla, 7. osztályos tanuló már 6 éve hegedül, ezen idő alatt szép eredményeket ért el. Megnyugtat, amikor szomorú vagyok, felvidít. Igazából minden hangulatban jó rajta játszani, tetszik a hangja. És hát volt egy románc nevű darabom, azt nagyon szerettem. Most egy kamaradarabbal jöttünk, és hát nagyon vártam, hogy a szüleimnek is bemutathassuk így hatan együtt a kamarát. Az eseményen a legtöbb hangszertípus képviseltette magát, változatossá és kellemessé téve ezzel az egész délutánt. A népes közönséget látva elmondható, hogy a Zene Világnapja ezen a rendezvényen is betöltötte a maga elé kitűzött célt, sok embert hozott közelebb a zenéhez és egymáshoz. Október beköszöntével a vállalkozó szelleműek kerékpárt ragadtak és együtt tekertek a városban. A túra minden korosztálynak jó lehetőséget nyújtott egy tartalmas délelőtt eltöltésére a szabadban. A csípős reggeli idő ellenére sportos ruházatban biciklikkel várakoztak a Makovec téren a mozogni vágyók. A Makói Kistérség Egészségfejlesztési Iroda szervezésében egy sajátos kerékpártúrára került sor. Mindenki kap majd egy útvonaltervet, illetve ezeken az útvonalterven megtalálható fákról leírásokat, és bárki ezen túl most már egyénileg is ezt körbejárhatja a városban. Ez körülbelül olyan 15 kilométeres túrátnak fog megfelelni. Meg fogunk állni a fáknál, megtekintjük őket, egy-két szót mondunk róluk, és bízom benne, hogy ezt majd mindenki majd hazavisz, és továbbadja majd a családon belül, és akkor mindenki meg fogja ismerni ezeket a nevezetes fákat itt a városban. A körülbelül 2 órát felölelő út első megállója a Csanádvezér téren, az országzászlónak otthont adó parkban volt, ahol az ostorfát tekintették meg a csoport tagjai. Ezután még számos különleges fát láttak, mint például a mocsári ciprus, az ezüsthás és a szomorú eper. A résztvevők között akadtak már igen rutinus bringások is, mint Márton Levente, aki Kiszomborról érkezett. Anyával és anyabarátnőjével jöttünk, mert szeretünk nagyon biciklizni, gyakran is biciklizünk. Tavaly előtt körbe tekertük a Velencei tavat, és a leghosszabb táv a Szegedre volt. Ez 72 kilométer, oda-vissza. Ezen eseménnyel nem ért véget a szabadtéri programok sora, hiszen a hétvégén újabb lehetőség kínálkozik a sportolásra, fit életmód rajongóinak, a világgyalogló napon. Oda is szeretettel várunk mindenkit, több táv is lesz egy 4 kilométeres, egy 10 kilométeres, illetve egy hosszabb lélegzetvételi 20 kilométeres túra. Ez majd a Juhász Gyula fánál fog indulni, és tűzszerűen maradjunk itt a védett fáknál, tehát a Megyeház utcán található Juhász Gyula fánál, ez egy kocsányos tölgy. Ott fogunk gyülekezni, 8 órakor, és ez a túra 8:30-kor fog indulni. Tehát aki kedvet kapott egy kis túrázáshoz, bátran húzzon sportcipőt, és mozduljon ki a friss levegőre. Végezetül egy felhívás. Cirbus Gábor alpolgármester újabb lakossági fórumot tart október 6-án, azaz a holnapi napon 18 órától. A makóiak a Pulitzer Kollégium földszinti klubszobájában tehetik majd fel kérdéseiket. A fórum sok témát fog érinteni, többek között szó lesz a településen felmerülő parkolási problémákról, a hulladékszigetek elhelyezéséről, további járdaszakaszok felújításáról, de megvitatnak majd a zöld felületek karbantartásával kapcsolatos kérdéseket is. Most pedig lássuk legfontosabb híreinket még egyszer röviden.
Gólyatréning a Keriben. A zene az kell. Kedves nézőink, ne felejtjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makó YouTube csatornáján, vagy látogassanak el weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, azonban előtte elmondom, milyen műsorokkal várjuk Önöket az este folyamán. 18 óra 17 perckor Társalgó című színes kulturális magazinunkkal jelentkezünk. 18 óra 55 perces kezdettel a Publikum című kulturális magazint tekinthetik meg. Majd 19 óra 25 perctől a Makói nyár programsorozat pillanatait elevenítjük fel. Kedves nézőink, ez volt a csütörtök esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk újból friss hírekkel. Tartsanak velünk akkor is, én már a búcsúzom. Kellemes estét kívánok, viszontlátásra!